Mercedes találkozót tartottak Kisteleken. A szervezőt kérdeztük a rendezvény részleteiről. Mercedes találkozót tartanak itt Kisteleken, már második alkalommal érkeztek ide Kistelekre. Kulcsár Ildikót kérdezzük el erről a rendezvényről. Köszöntelek. Beszéljünk egy kicsit először is arról, hogy hogyan is érkeztetek ide Kistelekre. Köszönjük szépen a megkeresést. Ugye tavaly évben teljesen spontán érkeztünk Kistelekre, egy hirtelen átszervezés végett, ami egyébként nagyon jól sikerült végül is. Ugye akkor egy merőben más programmal érkeztünk, mert driftautókat láthattak a hozzánk kilátogatók és ugye a Mercedes tulajdonosok is. Most viszont a driftautókat otthon hagytuk, és egy nyugalmasabb, csendes hangvételű őszi találkozót terveztünk. Elsősorban most ugye ilyen beszélgetés, majd eltöltünk közösen egy jó kis ebédet. Itt a kisteleki veterán jármű baráti körnek köszönhetően ők főznek nekünk. Nagyon kedvesek, és utána pedig Ópuszteszeri Emlékparkhoz fogunk kivonulni, így együtt mindenkivel. Tehát egy felvonulás is lesz. Most zajlik a sajtos gasztronómiai fesztivál is Kisteleken, azon is végig fogtok menni. Igen, pontosan ez volt az első cél, tehát mindig megkérdezem, amikor valamelyik településre megyünk, hogy van-e éppen valamilyen futó más program, amit tudunk esetleg érinteni vagy színesíteni, mert ugye ez nekünk is, a mi tagjainknak is egy nagy élmény, hogyha ellátogathatunk egy párhuzamos rendezvényre, vagy pedig azon a rendezvényen megjelenteknek is egy plusz látványosság, hogyha mondjuk látnak egy ilyen 50-60 vagy akár 100 autóból álló autósort elhaladni a rendezvény helyszíne mellett. Mennyien vannak itt, vagy mit tudtak pontosan az adatokat? Mennyien érkeztek ide? Most kaptam az információkat, hogy körülbelül 50 autóval vagyunk jelen pillanatban, és ugye most van még 11 óra, úgyhogy a felvonulásunk az 1:30-kor fog indulni, addig még szoktunk számolni újabb csatlakozókra mindig. Hogyan látjuk is, régebbiek, újabb mercik is megjelentek itt. Beszéltünk erről is kicsit, hogy azért vannak ilyen kuriózumok. Vannak kuriózumok, vannak különlegességek, például a 116-os Mercedes is, ami egyébként itt mellettünk látható, ő is egy ritka darab. Tehát nagyon kevés van már belőle, ami ilyen szép állapotban meg van őrizve, és a szeli az utakat jelen pillanatban. Tehát nálunk ugye teljes mértékben mindenkit várunk a csapat tagjának, aki, tehát mindegy, hogy most öreg Mercedes van, vagy új típusú Mercedes-e van, tehát mindenki, aki ezt a családias baráti légkört szeretné, és szeretne jó hangulatú találkozókon részt venni, és hogy közösséget építsünk ebbe a jelenlegi eléggé rossz helyzetbe, amikor ugye annyira sok nyomás van az embereken, szerintem szükség van az ilyen hétvégi kis kikapcsolódásokra. Ugye elég sok család, gyerekek is érkeztek ide, szóval családi programnak is mondható ez. Mindig sok család érkezik hozzánk, tehát a csapatunkban nagyon sok családos van. Ennek mi örülünk, természetesen az új generáció nő már föl, aki majd ugye szintén megfertőzünk a Mercedes találkozóknak ugye a feelingjével, és bizonyára ők is máskor is velünk fognak tartani. Mi mindig próbálunk azért olyan helyszínt is nézni, most itt is nagyon jó, hogy van játszótér, például a vásártéren, mert a gyerekeknek ugye ez egy kis elfoglaltság, de egyébként szeretnénk kettő ügyességjátékot is majd itt csinálni, miközben várakozunk az ebédre. A gyerekek is részt szoktak ebben venni, igen, olyat szoktunk választani, amiben a gyerekek is részt tudnak venni. A közeljövőben mikor és hol lesz ilyesmi, vagy ehhez hasonló találkozó? Az idei évben még egy találkozóra készülünk, 2022. november 19-én 9:30-kor találkozunk Kiskörösön az Oldkár Múzeumnál, és egy múzeum látogatásra fogjuk elinvitálni a tagjainkat és az érdeklődőket, valamint ahogy ott végeztünk, utána gyakapszállásra fogunk átmenni egy étterembe egy ebédet eltölteni, és utána gyakorlatilag mindenki szabadon akkor a programról menni, amikor éppen szükséges. Tehát gyakorlatilag itt már ilyen lazább találkozókat csinálunk, de ezeket is nagyon-nagyon szeretik a résztvevők. És aki szeretne hozzánk csatlakozni, és kedvet érez a találkozókhoz bekapcsolódni, javaslom, hogy a Facebookon keressen meg minket, a Benz Family Hungary nevű csoport, zárt csoportot kell megkeresni, és akkor csatlakozzon hozzánk. Ő helybéli, kistelki eredetű. 90-ben érkezett az országban, 87 nyarán rakták össze. Hát ő egy régi vágyom volt egy ilyen autó. Most a fiammal együtt újítgatjuk föl. Nem fiatal, nagyon kényelmes, és hát élmény vele autózni.
Már jó ideje járnak így a Merce találkozók. Akkor tavaly egyébként, amikor gondolom itt... Arra pont nem tudtunk kijönni, terveztük, de családi okokból pont nem tudtunk kijönni, de igen, igen, egy éve van nálunk, és hát akkor a kistelki találkozó volt az első, amit beterveztünk, de rendszeresen járunk a Benz Familyhez is, illetve voltunk Kecskeméten a múzeumok éjszakáján, veterán találkozón, hát gyűjtögetjük a matricákat, élvezzük a Mercis közösséget, ez egy nagyon jó összetartó közösség. Honnan érkeztek ide Kistelekre? Dabasról jöttünk. Kicsit akkor beszéljünk az autóról. Ez egy Mercedes-Benz V203 320 TD is, V6-os dízel autó. Amikor tudunk és az időnk engedi, akkor eljövünk találkozókra. Mégis az országnak bármelyik pontján van. Azért mindig próbálnak elmenni egy ilyen találkozóra is, találkozni a régi ismerősökkel, akikkel a régebbi találkozón összebarátkoztak, gondolom. Így van, igen. Vannak ismerősök, régebbi barátok. Így, igen. Ruhabőrzét tartottak a piaccsarnokban. Kovacki Gyöngyit kérdeztük a bőrze céljáról. A hagyományokhoz híven idén is már második alkalommal rendeztek ruha- és játékbőrzét. Azokat várták a kisteleki piaccsarnokba, akik eladnák feleslegesé vált, de jó állapotú ruháikat, cipőiket. A gyerekek megunt játékaikat, és helyettük vásárolnának másoktól újakat. Az egyik szervezőt, Kauczki Gyöngyit kérdeztük a bőrze kezdeteiről, céljáról és annak népszerűségéről. Mikor is indult annó ez a ruhabőrze? Elég sok éve már hagyományként újra rendezitek. Hát én azt gondolom, hogy már egy 8 év volt a biztos, hogy elkezdtük ezt a ruhabőrzés történetünket itt Kisteleken. Először csak egy pár asztallal indult, egy pár árus árult, és ez mindig bővült, ezért jutottunk ide a piaccsarnokba. Most is 70 asztalt foglaltak a kedves anyukák. Nagyon sokan jöttek, hát az érdeklődés olyan közepes szintű volt, sokkal-sokkal több vásárolóra számítottunk. Nagyon-nagyon nagy a kínálat, és nem csak bébi ruhából, kisebb és nagyobb gyerekeknek, sőt felnőtt ruhákat is, használati tárgyakat, könyveket, játékokat lehet most vásárolni. Hát szeretnénk, hogyha ez még nagyobb népszerűségnek örvendene a közeljövőben, legközelebb majd tavaszra szeretnénk szervezni egy ilyen nagyszabású bőrzét. Én úgy gondolom, hogy van rá igény itt Kisteleken, hogy legyenek ilyen bőrzék. És kik is pontosan azok az egyesületek vagy szervezők, akik így összerakják ezt a ruhabőrzét? Hát igazából én, mint magánember kezdtem szervezni, de nyilván voltak segítőim. A Kipkop gyerekházzal közösen szoktuk ezt megszervezni. Hirdetjük közösségi oldalon, plakátokat teszünk ki, meg az anyukák már érdeklődnek, hogy mikor lesz legközelebb bőrze, szeretnének jönni árulni. De egyébként nem csak Kistelekre, hanem más településekre is jönnek ide ilyenkor árulni? Igen, a környező községekből is jönnek anyukák, akik árulnak. Ugye van egy ilyen kis játéksarok is a gyerekeknek, erről is beszéljünk egy kicsit. Hát erről igazából én csak annyit tudok mondani, hogy kézműves foglalkozással szokott a Kipkop gyerekház készülni, és nagyon jól érzik a gyerekek magukat, addig amíg a szülők vásárolnak, vagy árulnak az anyukák, addig ők ott kézműveskedhetnek, és mindenféle érdekes dolgot csinálhatnak a gyerekek, tehát felügyelet alatt vannak, szerintem ez nagyon nagy segítség a szülőknek. Csala Nikolettet, a Hétkerék Egyesület edzőjét kérdeztük az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről. Idén is Halloween jelzést tart a Hétkerék Egyesület, erről és az elmúlt időszakról kérdezzük Csala Nikolettet. Köszöntelek, beszéljünk kicsit az elmúlt időszakról, majd pedig erről az edzésről. Hát köszönjük szépen! Hát az elmúlt időszak egy kicsit hosszadalmasra sikeredett, ugye régóta már így nem voltunk szem előtt, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt versenyünk. Versenyeztünk, utolsó versenyünk volt Szegeden a Napfénykupa, szeptember közepén, illetve utána még szeptember végén elmentünk Szlovákiába egy ottani versenyre, főleg a nagyokkal, sőt inkább csak a profikkal, úgyhogy nagyon szép eredményekkel jöttünk haza onnan is. Utána volt két hét pihenőjük a gyerekeknek egy kis regenerálódásra, utána elkezdtük a téli munkát, és hát száraz edzések, ami ugye cipőbe történő imitációs edzések, erősítő edzések, illetve futásokból áll, néha biciklizünk is.
meg hát mellette a görkori, amíg bele tudjuk iktatni az életünkbe, hogy itt van ez a csarnok, és tudunk itt edzeni, addig mindenképpen ki szeretnénk használni azt, hogy minél többet legyen a gyerekek lábán a korcsolya. Úgyhogy itt Kisteleken, kedden, csütörtökön továbbra is görkoriban edzünk, a csarnokban. A nagyobbaknak pedig hétfőn, szerdán, pénteken Szegeden van edzés, viszont így az időjárás miatt, ahogy megyünk bele a télbe, már nem görkoris edzéseik vannak, hanem ez a bizonyos száraz edzés, amit említettem már az elején. A ligetbe futnak többnyire, illetve imitáció erősítő edzésük van, valamint az átmeneti időszakban egy 2-3 héten keresztül a szegedi töltésen edzettek, ugye az egy kibetonozott útszakasz. Hát ott igazából ilyen félmaraton, maratoni távokat is tudnak menni ezen a hosszú egyenesen, bár nem a legjobb minőségű az aszfalt, de azért megfelel arra, hogy egy edzőskerékbe a kilométerük mégis megelegyen. A téli edzéseket, amíg ugye tudjuk, itt folytatjuk. Egyébként, hogyha majd esetleg már nem lesz rá lehetőségünk, akkor nekünk is muszáj lesz majd nem csak a szegedi edzéseket, hanem a kistelekieket is egy terembe átvinni, ahol szintén a kicsiknek még görkoris edzés van, mert ők még elférnek ezen a területen, illetve tudnak szlalom és egyéb ilyen kezdő gyakorlatokat végezni, viszont a nagyokkal nyilván egy akkora kis terem területen már nem férünk el. Hétvégente még edzünk bent, edzünk Szegeden a pályán, mert ugye ezeket az edzéseket még a sötétedés előttre tudjuk tenni, tehát akár délelőtt is tudunk edzeni. Délután már ugye ott az óraátállítás miatt nem lesz erre lehetőségünk, illetve egyre kevesebb. Úgyhogy hát ezt így szoktuk, megyünk be a télbe, úgyhogy alapozunk a következő szezonra. Én bízom benne, hogy egy olyan jó szezont kezdhetünk majd jövőre, amilyen jól ezt a szezont zártuk. Most itt a halloweeni csapatépítőn, ugye a szegedi csapattal ezt már többször említettem, hogy együtt edzünk, most ők is itt vannak. Úgyhogy egy kis csapatépítőt tartunk. Most itt jelen pillanatban közel 50 gyerek van most görkoriba, illetve jelmezbe. Itt a halloweeni bulin. Én azért szeretem ezeket a csapatépítő edzéseket, vagy inkább játékos edzéseknek nevezzük, mert ugye a kicsik és a nagyok külön edzenek. Nagyon kevés lehetőség van a versenyeken kívül, hogy ők tudjanak vegyülni. És nem szeretném azt, hogy tényleg ne lássák egymást, ne szurkoljanak egymásnak, ne tudják végül is a saját csapatuk tagjait, mégis azért külön edzést igényelnek, de ez egy jó lehetőség mindig arra, hogy egy kicsit együtt legyenek, a nagyok segítik a kicsiket, kicsit pátyolgatják őket, a kicsik örülnek, hogy a nagyok által egy kicsit pátyolgatva vannak, meg segítve, úgyhogy ők szerintem mind a ketten ezt nagyon élvezik. Úgyhogy itt az ügyességi feladatok után most egy kis szabad programot kapnak, ezt nagyon szeretik, igazából itt a nagyok már teljesen önállóak és teljesen ügyesek, a kicsik meg teljesen beilleszkednek ebbe a körforgásba, úgyhogy ezt nagyon szokták élvezni. Én bízom benne, hogy ilyen lendülettel és ilyen létszámmal tudunk majd tovább menni jövőre is. Az ifjúsági házban rendszeresen rendezett kreatív klubra kérdeztük a résztvevőket.
Sokadik alkalommal rendeznek az Ifjúsági Házban az Esély Itthon Kisteleken projekt keretein belül kreatív klubot. Többféle technikát is kipróbáltak, a dekobázsolástól kezdve egészen a bőrkarkötő készítésig. De mellett hangsúlyt fektetve arra, hogy az éppen aktuális ünnephez is igazodjon az aznapi foglalkozás témája. Többen már sokadik alkalommal vesznek részt ezen visszatérő tagjai a klubnak. Őket kérdeztük tapasztalataikról. Régebb óta járunk már ide a kreatív klubba szombat délutánonként. Többnyire jön velem a kislányom, ő most 8 éves, és nagyon szereti ezeket a kézműves foglalkozásokat. Én is szeretek kikapcsolódni, ügyvédként a stressz azért fokozottan ér, és azért hétvégén nagyon, nagyon jó érzés egy kicsit ebből kiszakadni. Többször jöttünk már alkotni ide, volt, hogy készítettünk már fadeszkára festményeket, az még máig otthon ki van téve. Most a kavicsfestés a Halloween miatt ugye a gyerekeknél nagyon népszerű, úgyhogy ezt próbáltuk meg, most már éppen mondjuk lufira alkot, de mindig nagyon szép, és otthon is kitehető dekorelemek készülnek. Nagyon, tehát amikor tudunk, akkor mi eljövünk ezekre a foglalkozásokra, mert egyszerű, de nagyszerű dolgok szoktak készülni, úgyhogy ha lesz még alkalom rá, akkor még idén is el fogunk jönni, amint engedi az időnk. Meg ez egy tök jó családi, anya-lánya program is, és itt ismerkedni is. Igen, igen, ismerkedni is lehet, akiket szintén érdekel a kézműveskedés. Itt a kislányom, a ketten kikapcsolódunk, ő alkot, én navigálom, bár múltkor szerintem szebbet alkotott, mint én, úgyhogy ő nagyon, nagyon kreatív. És nagyon szép dolgok szoktak születni, tehát akár festünk, akár barkácsolunk, most itt már készült is egy halloweeni kovics dekor, tök lápásra, kicsit megfolyt, úgyhogy így még rémisztőbb. Ez most egy kicsit szívecskés lett csillagokkal, de még szerintem kap valami színt. Úgyhogy amint a kreativitás enged, elég sok minden szokott készülni, meg szerintem még fog is készülni, mert múltkor is legalább 4-5 darab ilyen deszka kép készült, most a kavicsok, amennyit hát készültünk egy párral, biztos, hogy az összes szín fel lesz használva. Jellemzően ugye most az őszi színeket, ezt most pont csináltam meg, és mutatom meg, szárad. Úgyhogy kicsit megfolyt, úgyhogy picit Halloween esténynek. Hol is találtatok rá erre a kreatív klubra, mióta is jártok ide? Meséljetek erről egy kicsit először is. Az interneten találkoztunk ezzel a lehetőséggel, az Ifjúsági Ház oldalán. Nagyon megtetszett ez a kézműves dolog, mert mi nagyon szeretünk kézműveskedni, és amikor csak tudunk, eljövünk. Jani nagyon jó fej, meg egy kis közösség kialakult, és azt nagyon szeretjük. Most miket készítetek, miket is készítettetek így eddig? Mi volt így a... Hát így a kedvenc vagy, ami így megmaradt nektek. Én nekem jelenleg ezt tetszik, amit most csinálunk, ez a halloweeni. Nagyon szeretem a ilyeneket csinálni, mert fára lehet, meg hát úgy igazából úgy minden egyébként. Aktuális egyébként mindig az ünnephez kötött most a halloweeni, de a karácsonyi, a húsvéti dekorációk is nagyon szépek. Jani az mindig nagyon ötletesen kitalálja, nagyon szeretünk ide járni. Mióta is vesz részt az ilyen kreatív klubokon, és hogyan talált rá? Én úgy emlékezem, hogy olyan körülbelül 2 év óta működik ez a klub. Gyakori vendége vagyok, amikor tudok, mindig eljövök, és nagyon sok jó cserepet festettünk már, meg fa képeket, amit kíván, meg madzag részhatású képeket, tehát nagyon sok mindent készítettünk már eddig. Mi volt így a kedvenc, vagy ami így megmaradt, amit így hazavitt, ilyesmi? Nagyon tetszik, most is virág van benne, dekupázzsal csinált virágcserepet, azt húsvétkor ki mint a múzeum kertbe készítettük, meg tojásokat festettünk. Akkor így minden ünnephez van egy ilyen kreatív klub is? Igen, minden alkalomhoz van rendezvény. Hát 2 hetente van, nyáron szokott szünet lenni. December végéig hetente lesznek még kreatív foglalkozások, ahol őszi és karácsonyi dekoráció készítésére is lesz lehetőség.